1991-ben robbant ki a háború a volt jugoszláv tagköztársaságok között, amely a II. Világháború óta a legvéresebb harci esemény volt Európában. A konfliktus 3 szakaszból állt, és végül azt eredményezte, hogy Jugoszlávia 7 részre szakadt. A háborúban 140 000 haltak meg, 100 000 menekültek el, és majdnem 1 millió ember vált földönfutóvá. A délszláv konfliktus alaposan megtépázta a délvidéki magyarságot is. Ezek a felvételek 1992. májusában készültek Oromhegyesen. A szintiszta magyar település lakóinak elege lett abból, hogy egy olyan háborúban kell részt venniük, amely nem az övék. Ezekben az időkben hatalmas behívási hullám érte el a délvidéket. Az 1600 lakosú Oromhegyesről 220 férfit akartak elvinni katonának. Az én férjem akkor már katona volt, tehát őt elvitték, hát most erőszakkal mondhatni így is, tehát rendőrség vezette ki. Az asszonyok nem akarták, hogy férjeik és fiaik egy idegen háborúban vesszenek oda, ezért tüntetést szerveztek. Az egynaposra tervezett megmozdulásból több napos lett, a résztvevők beköltöztek az ICZER Clubba, amely akkor még étterem volt. Itt találkoztunk Balla Lajossal, vagy ahogy a helyiek hívják, Lacival, aki egykor sokat segített az asszonyoknak a tüntetés szervezésében. Ennek a nagygyűlésnek az eredménye lett az, hogy utána eldöntötték a férfiak és nők közösen, hogy nem hajlandók itt részt venni tovább ebben, sehogyan sem, követeléséget fogalmaztak meg, de hogy ne érje őket bántózás, együtt maradnak, és átköltöztünk az ICZER Club nevű biliárterembe és pizzériában. A tüntetésen részt vett Bata Ildikó is. Eufórikus hangulatban teltek az első napok, mivel hogy, tehát felszabadított bennünket az érzés, hogy megszólaltunk. Meg annak az illúzióját keltette ez a béke megmozdulás, meg az ezt követő napok, hogy valamit teszünk. Hogy ami rajtunk áll, azt megpróbáljuk megtenni. De nem fegyverrel, hanem szóval. Nem csak az asszonyok, hanem több férfi is csatlakozott az oromhegyesi tiltakozáshoz. Almási Vilmos több behívót is kapott akkor, de egyiket sem vette át. Ez később abban nyilvánult ki, hogy a kaszárnyába elmentem, 2 tanúval nyilatkozatot adtam, hogy miért nem vagyok hajlandó elmenni, hogy miért nem akarok embertársal ellen bármilyen erőszakos cselekedetet véghez vinni, aminek a következménye katonai bíróságon kimondott büntetés, 4 hónapra szóló letöltendő börtönbüntetés. A hatalom nem hagyta sokáig szó nélkül az oromhegyesiek bátor tettét. Néhány nap elteltével tankok vonultak fel a falu határában. Jelentették az ismerősök, akik be akartak jönni a faluba, hogy mindenfelé páncélosokat láttak. A fenyegetés nem szegte az emberek kedvét, a végsőkig kitartottak. Követelései közül ugyan semmit nem teljesített a hatalom, de csendben beletörődtek abba, hogy a délvidéki magyarokat nem vihetik el sehová csak úgy golyófogónak, ugyanis a demonstrációt követően megszűntek a behívók. Nem csak, hogy nem vittek el magyar embereket, hanem még a más nemzetiségeket is sem vitték ki a vajdaság területéről. Tehát látszólag mi nem értünk el eredményt, követelésünket nem teljesítették, egyet sem. De valamit mégiscsak elértünk, jó pár ember életét megmentették ezek a bátor nők. A délszláv háború során többször előfordulhatott, hogy egy Szerbiában élő magyar a harctéren szembe kerül egy horvátországi magyarral, és így saját nemzettestvérére kellett fegyvert fognia. Ez ellen lázadt fel sikeresen egy kicsi, de erős délvidéki magyar település példaértékű közössége. A hatalom megpróbálja eltiporni, de még mindig kitart a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum. Ha velünk maradnak, megmutatjuk, hogyan áll a küzdelem.